We made an agreement in Budapest when your prime minister was so kind to visit us that there will be a V4 meeting here with the government of Israel. It's proved to be almost successful. Tehát tényleg elmondom újra, tehát megpróbáltuk összehozni a V4-es találkozót, és sikeres próbálkozás volt. Remélem, hogy legközelebb sikerül mindannyiunknak találkozni. Most ünnepeltük a 30. visszaállítás a diplomáciai kapcsolatoknak, és szeretném kifejezni a tiszteletemet Izrael népe iránt, és Netanyahu miniszterelnök úr iránt is, hiszen nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy újra nyissuk az együttműködési kapcsolatot Közép-Kelet-Európa és Izrael között. Politikai kérdéseket is érintettünk. Nagyon fontosak az Európai Parlamenti választások, nem csak Európában fontosak, de hiszen hatással lesznek majd erre a régióra is. A mi pozíciónk, állásfoglalásunk egyértelmű, hiszen az a célunk, hogy visszaszorítsuk az antiszemitizmust Európában, és tisztán kell látnunk, és tisztán kell megállapítanunk, hogy olyan vezetés kerüljön megválasztásra Európába, mely nem szítja tovább az ellentétet, az antiszemitizmust, és szeretnék ennek véget vetni. Beszéltünk arról is, hogy az ENSZ területén is összefogtunk a migrációs paktummal kapcsolatban, hallattuk a hangunkat, és kifejeztük abbéli véleményünket, mely szerint az országnak joga van ahhoz, hogy a szuverenitását védelmezze. Magyarország továbbra is támogatja a magyar zsidó közösséget, és bízunk abban, hogy a 15. Makkabi játékok nem csak sikeres játékok lesznek, de abban bízom, hogy ez egy sikeres együttműködés lesz, és együtt arathatjuk majd le a gyümölcsét. Tisztelt miniszterelnök úr, 210 aktív izraeli cég működik Magyarországon, 5500 embernek adnak munkát. Ez egy nagyon fontos szám, nagyon fontos az önök részvétele és jelenléte Magyarországon. Egyetérthetünk abban is, hogy az innovatív gépgyártás és egy potenciális együttműködési irányt jelenthet, ami reméljük további beruházásokat fog vonzani Magyarországra. És végezetül elmondtam, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy egy kereskedelmi képviseletet fog nyitni Izraelben, Jeruzsálemben. Nyitjuk meg ezt az irodát, és azt gondolom, ez is egy nagyon fontos előrelépés lesz abban, hogy még szorosabbra fűzzük Izrael és Magyarország közötti kapcsolatot. Ahogy te mondtad, hogy szívesen látsz Jeruzsálemben, én szeretném ugyanezt mondani, bármikor szívesen látunk Magyarországon.